Üdvözöllek benneteket, kedves nézőim, törzsnézőim, Révész János vagyok. Figyelmetekbe ajánlom ezt a filmet, tehát Ludmilla Strelinkova. Jó? Tehát Strelinkova. A lélek felépítésének titkai. Jó? Tehát ezt a filmet tekintsétek meg. Ludmilla Strelinkova. A lélek felépítésének titkai. Teljesen mindezt leveszem. Tehát azt mondja, hogy üdvözöllek benneteket. Egy pár szót engedjetek meg, beszélek, készítek nektek egy rövid műsort. Tehát rengeteget beszéltem nektek arról, hogy a lélek az egy fénymag, és hogy az a központja az embernek, és gyakorlatilag egy fénymag lélek irányít benneteket, és a testet csak használjátok. Igen ám, de azt kell figyelembe vennetek, tanítok nektek is szólok, sőt elsősorban hozzátok. Ezt üzenem, hogy ne csak a földi élőlények testeiben levő élő fénymaglelkekről oktassátok a népet, hanem az égi testekben élő fénymagok létezését is hozzátok nyilvánosságra, jó? Most készítettük azt a régi fotókat, akarom mondani festményeket, mert festmény, ilyen maketteknek is mondhatjátok, tájékoztató eszközöket, amiről megpróbálok benneteket értesíteni, hogy körülbelül hogy képzeljétek el a dolgokat, hogy miért vagyunk mi például a fénymagóság királya, miről szól itt a dolog. Na most. Itt arról szól a történet, hogy ott van a magyar király, ugye? Kezében fogja ezt. Nézzétek csak. Nem ismerős? Tehát kezében fogja az arany gömböt, kettős keresztel a tetején, ugye? Ott van, és ott van a palásta felszerelés, az egy védő felszerelés. És ott van a fején a korona, az abroncs korona. Na most, a festményen azt láthatjátok, egy kicsit ide föltűröm, vagy földgyűröm, vagy már nem is tudom, mit csináljak vele. Hát a lényeg az egésznek, hogy ott látható, itt van a nap, mint csillag az égen, mint égitest, a fénymagja pedig kiszáll ide a királyhoz. A király makettel üzen nektek, ezzel a makettel, hogy személyesen találkozott a napatyával. Jó? Tehát ő a napatya makettje. Helyezhetitek a karácsonyfa tetejére csúszdísznek, jó? Tehát körülbelül így van egy nagyjából, így van egybe a kép. Jó? Tehát körülbelül így képzeljétek el ezt a festményt. Így. Jó? Na most, ami az országházban össze-vissza van csereberéve, középre teszitek a napatyának a makettjét, mellé az abrancskoronát, és a másik oldalra pedig a jogart. Oké, tehát ez a helyes elrendezés, középen van a napatya makettje. Tehát Szent Istenem és nem Szent Abroncsom, jó? Tehát azért ne keverjük össze az egészet, hogy félre legyetek vezetve. Tehát itt vagyok én, itt van a nap lemenőben, estelelik, itt állok én, és egyszer csak azt vesz, nem ismerős ez a makett, bocs. Egyszer csak arra vagyok figyelmes, hogy a magja kiszáll és időszáll hozzám. Értitek már a működését? Tehát az égi testekben is fénymagok élnek benne. Erről van itt szó. Tessék, itt van. Jó? Tehát akkor így ezért vagyunk mi a fénymag népe. Most készítettünk egy másik dolgot. Itt a történet arról szól, hogy itt van, nézzétek csak. Itt van a nap, mint csillag az égen, és itt is, hogy kiszáll a magja. Ugye hát elmondtuk, hogy minden égi testben fénymagok élnek. Ő a napatya. Ide száll én hozzám, és én ezáltal tájékoztatlak benneteket, hogy Buddha az ide szállt, jó? Tehát Buddha ettől lett világhíres. Nézzétek csak, hogy találkozott a napatyával. Jézus, aki is a próféta, mind a ketten Indiában éltek, ő is találkozik a napatyával. Milyen érdekes! Most azt tudjuk, hogy Buddhának a vér szerinti leszármazottja a Dalai Láma, és utána a pápa következnek. Ők már nem találkoztak vele személyesen. Jó, tehát nagyjából erről szól ez a nevezzük festménynek, a makettnek akartam szólni. Tehát azt mondom, hogy ez egy makett. Tehát a lényeg az, hogy így kell megérteni, hogy az égi testekből is fénymagok repkednek ki, különböző színűek és méretűek, tehát mindegyik élőlény, és
ők irányítják repályájukon az égitesteket. Nagyon ritkán érkeznek a Föld, tehát nagyon ritkán érkeznek ők a Föld légterébe. Emberre nagyon ritka, hogyha fölveszik a kapcsolatot. Itt a teraszom előtt is, meg itt a ház körül rengeteg már elszállt el. A napatyával rengetegszer találkoztam. Tehát a nevem is Ré, Ómjeles vagyok, meg minden, amit akartok, meg a Vatikán bíborosaival, a főbíborosával, az Európa összes főpapjával, meg már üzentem a, tudja, a Dalai Lámától kezdve, mit tudom én, a, tehát Tibettől egész a japán főpap, most is jelzett egy japán főpap, hogy szálljak be a kolostorukba, meg oda civileket nem is vesznek be. És na a lényeg az, hogy ezt kell tudnotok, hogy földi és égi testekben fénymaglelkek élnek. Ezért készítettem ezt a filmet. Tehát még egyszer, itt van egy ilyen kis papír. Tehát hogyha valaki, mert voltak most közelmúltban is, úgy nevezzük őket vendégeknek, akik érdeklődők voltak. Most a magyarságot akarják felemelni, de én meg azt mondom, hogy pont ellenkezőleg teszik. Tehát a szarba tap, az értetlen hülye ember az mindig a szarba tapos, értitek? Tehát a hülye energiáit a szemétre meg a szarra akarja a legtöbb ember elcseszni. És az alapvető dolgok, amik a legfontosabbak, hát mit tüntetnek el előnk, ami a legfontosabb? Mindjárt megmutatom nektek. Ez a napatya makettje. Hogy ezt ne tudd, hogy mi ez. Napcsillagból nyugodt lehetsz, hogy kiszáll egy helikopter méretű fénymag, ő egy gömb, ő a napatya, és létezik. Tehát a makettjét nem véletlenül találod az országházba, az nem dísz, jó? Meg nem egy golyó, hanem ezzel üzent a király. Tehát akkor még egyszer azt mondom nektek, megpróbálom ezt megnézni. Tehát Ludmilla Strelinkova, jó, a lélek felépítésének titkai. Most azt azért nézzétek meg, és akkor a lélek, hogyha akarjátok a könyvet, a szakkönyvet, azt mit tettük föl mi? Már nagyon régen, nem is tudom, 2012, vagy nem tudom már mikor, de hát ez már 96-os történet, az 25. év lesz. A Lélek zengése című könyvet ott találjátok a YouTube csatornán. Mindig elmondom, hogy a 34-es oldaltól a 43-as oldalig vannak az adatai, de a könyv lapszámait nézzétek, ne a csúszkát alul. De olvassátok el az egész könyvet, és tájékozódjatok, ott van a Kisfaludi Gyuri, ott vannak a többi tanítók, akik erről beszélnek, és figyeljetek oda, mert nem viccet mesélnek ott, jó? Tehát fontos. Most azon az úton vagyunk, hogy terüljön ki, tehát azt szeretnék az égiek, hogyha létük legyen publikus, és vegyék fel velük a kapcsolatot úgy, mint a magyar király, Buda, illetve is a proféta, meg ilyenek, jó? Mint én. Na, szóval ez a cél, de hát ha az emberiség ilyen eszetlen, normálatlan állatokból van, értitek, hogy itt a, amiben élünk, ez most nem fénymagóság, hanem egy trágyadom, tehát az ellenségeinket ültetjük a nyakunkba, ami nem véletlen, hogy ők harcoljanak helyettünk, tehát azért mi sem vagyunk hülyék. Na. Úgyhogy a tudás, meg minden az megvan, tehát ezt is figyeli 4 titkos szolgálat. Kösz szépen, fiúk, itt vagyok. Kösz, hogy vigyáztok rám. És összesen 7 titkos szolgálat. Annyit mondtam, már nem emlékszek rá. Na a lényeg az, hogy innen indult el Magyarországról ez a hír. Ismételten, és így fog a Föld teljes lakossága kiértésülni a Föld és égi testekben élő fénymagló lelkek létéről. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!